Kommentes, Likus, Megosztasz! Kommentes, Likus, Megosztasz! Kommentes, Likus, Megosztasz! Kommentes, Likus, Megosztasz! Pofán csapó! Ez itt a Dopement TV, benne a Doperatív és a törzsfeje Laci király. Kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel az igazi Dopement TV YouTube csatornájára. Lájkolja, diszlájkolja, kommentelje annak a tartalmait ízlése vagy ízléstelensége szerint. Te, aki most élőben nézed ezt a YouTube-on, küldheted a szuperchatet, és támogathatsz minket egyébként a www.patreon.com/azigazidopmenttv oldalon. Köszönjük szépen, ha jegyet veszel a koncertre. Az fasza, aki a Facebookon követ, az nyomja egy subscribe-ot, az feliratkozást jelent magyarul. Kövessetek be az Instagramon. Nagyon fontos. Ott is szép vagyok. Még szebb, mint itt, mert használom a filtereket, ahogy kell. Fönn vagyok a Twitteren, TikTokon, Redditen. És van egy külön bejáratú Viber csoportom, a Dope Viber Mafia. Oda is be lehet csatlakozni. Kim van az új nótánk, Szivárványvilág címmel. Nézzétek és osszátok meg. Szerintem fasza, már meghaladta a 30 ezer megtekintést, ami az ilyen boomereknél ökölcsapással egyenlő, úgyhogy ha tetszik a témája, akkor szórjátok, toljátok, nagyon nagy görbe tükörtartás a mai világnak. És akkor tartok egy kis politikai elemzést, ezt úgy is kamázzák. És akkor utána általában meghívnak ilyen tévéműsorokba fejtegetni a mindennapok történéseit. Hát mindannyian látjuk, hogy ennek a feszült vírushelyzetnek az ellenére az első számú kérdés a politikai élet szereplői számára a kampányolás. Nem csak Magyarországon, már mindenhol a világon. Tehát kampányolnak. Nem annyira problémával vannak elfoglalva, bár most hallgattam a hírekbe, Spanyolországban, aki nem akarja beoltani magát, azt listázzák, de az adatai tiszteletbe tartása mellett átadják az összes többi Európai Uniós országnak is. Szerintem azért ez a listázással kapcsolatban érdemes lenne a TASZ-nak futni egy kört minden európai országban. Én nem tudom, hogy emberi jogaimnak mennyire felel az meg, hogyha én választok, vagy nem választok egy számomra nem kötelező dolgot, akkor ez alapján listázanak. Meg egyébként az se nagyon érthető számomra ez az oltási igazolvány, hogy csak azzal utazhatok, meg szállhatok repülőre, meg tehát ezek a ilyen szellőztetések. Szerintem egyébként ez nem lesz. Ez csak azért van, hogy minél többen válasszák az oltást, amivel semmi bajom nincsen, viszont azzal, hogyha listázni akarnak, azzal már inkább van. Meg egyébként a ilyen intézkedések bevezetésével is, miszerint így utazhatok, vagy úgy utazhatok, tehát engem ne listázzanak. Listázott már a Schindler eleget, nem szeretem a listázást, úgyhogy én a jogvédő szervezetek helyében ennek utána mennék, még akkor is, hogyha nem lesz népszerű az oltáspártiak meg a vírus rettegők körében. Én ezt tökre megértem, hogyha nem népszerű, de az emberi jogainkat ne csorbítsák, én azt nem kamázom. Ettől függetlenül természetesen, ha meg olyan működőképes az oltás és annyira szükséges, mint már mondtam, tessék fölvállalni a felelősséget és következményeket, és tessék kötelezővé tenni. Meg tessék a kommunikációval is óvatosabban bánni. Tehát, ha behoznak egy vakcinát, akkor ne derüljön ki róla, hogy egyébként csak arra jó, hogy tünetmentes, fertőző legyek vele. Tehát, akkor azt kell mondani. Én a tiszta beszédbe hiszek, de lehet, hogy én vagyok ódivatú, fene se tudja. Tehát mondom még egyszer, nem intézkedéseket kérdőjelezek meg, nem vagyok oltásellenes, vírus szkeptikus se, realistának inkább mondom magamat, de engem ne listázgassanak.
Ha meg kötelezővé teszik, nem kell listázgatni. Tehát ne nyomasszák az emberek tudatát ilyenekkel. Nekem ez nem tetszik, jó? Na, ennyit erről. De hát azt látjuk, hogy mindenhol a kampány megy. Meg azért az üzlet nagy szerepet kap ebbe a sztoriba. És a politikai kampányok is. Tehát én annyira nem vagyok még mindig beszarva a világ végétől, őszintén megmondom. És sokan ugye nem értik, hogy mi ez az egylistás ellenzékes díj. Hát ugye kormány oldalról sokan kritizálják, hogy összehordta a szél a szart egy listára, meg ugye szivárvány koalíció, összeborulás koalíció, és a többi. Egyébként ugye népszerűsödik az ellenzék, hát a ellenzéki érdekeltségű közvéleménykutatók szerint, a kormány érdekeltségű közvéleménykutatók szerint is már picit népszerűsödik, és sokan nem is értették, hogy miért hozott az Orbán, bocsát, hogy így beszélek, na, tehát Orbán, Fidesz. Tudjátok, mit jelent a Fidesz latinul különben? Hűség. Milyen komoly, mi? Tehát nem értették, hogy miért csinálta ezt az Orbán, hiszen magának teremt kihívást. És akkor elmondom nektek, hogy nekem mi a véleményem. És ezért kell nagyon óvatosnak lenni az ellenzéknek, hogyha ezt a helyzetet meg akarja lovagolni, mert lesz ott még pár kártya a zsebbe a miniszterelnöknél, mert ezt a miniszterelnök nem véletlenül csinálta, én ezt elmondom nektek, mert nagyon rafinált a csávó, továbbra is így tartom, és hogyha fölmegyek a Handabra, vagy Hundab, akkor az első bejelölésem a Viktor lesz, ő lesz az első ismerősöm, de hát ilyen startupot pedig akarom támogatni a magyar kezdeményezéseket, de hogy lehetnek ilyen amatőrök, hogy csak Google Play-ből lehet letölteni Hundabot? Tehát akkor hagyd töltsem már le az App Store-ból, hát csomó embernek iPhone-ja van. Mit kivételeznek a Samsungosokkal, nem? Na, tehát elmondom, hogy a csávónak mi jár az eszébe. És nagyívű dolgot talált ki megint. Tehát az az igazság, hogy egy listára akar őket terelni, mert az az igazság, hogy bár nehezebb lesz így a küzdelem első blikre, mert ugye összeállnak, és ezáltal összejöhetnek a szavazóik is, de ha megveri őket, figyeld, tehát nagy lapot húz, ő most lapot húz a 20-ra, ugye, vagy 21-re, tök mindegy, tehát ha megveri őket, és ezért mondom, hogy valami biztosíték van a zsebébe, mert ha megveri őket, akkor most mindet egyszerre veri meg. Tehát akkor már nem lehet azt mondani, hogy jaj, többen szavaznának ellenzékre, de meg voltak osztva, meg a pártosodás miatt nem jött össze a győzelem a kétharmaddal szembe. Tehát ugye most nyert három választást kétharmaddal egymás után egy megosztott ellenzékkel szembe. Ha most megveri az ellenzéket egy listán is, akkor mit fognak mondani? Tehát ő erre játszik. Az a kétharmados felállás, ami eddig volt a megosztott, falsoskodó ellenzékkel, a nerd kiszolgáló ellenzékkel, ez a film, ez leforgott. Valami újat kell mutatni. Hát a koronavírus válság hozza magát. Szerintem egyébként még mindig szerencsésebben kapta előtt, mint a Trumpot, mert ugye itt most nincs választás. Tehát, hogyha ügyesen politizálnak, a gazdaságot helyre tudják vágni, és a botrányaik is nagyjából 19-re húzott lapot, oké? Okay? Tehát a botrányaik is, ha jól figyeltek, úgy jöttek ki, hogy pont a két választás között pont másfél év van. Na most ismervén azt, hogy hogy működik egy Facebook folyam, hírfolyam, ki fog emlékezni a szájára másfél év múlva. De majd figyeljétek, hogy ellenzéki oldalon mik jönnek elő, meg igazából nem gondolkodott hülyén, mert ugye egymásnak keresztette ezeket az embereket, és elkezdtek kijönni a közvéleménykutatásokban a népszerűségi ráták. Tehát, hogy egyre inkább jön föl az ellenzék. Na most az ellenzéki oldalnak azt a jó szokását már ismerjük jól, végignéztük pár választásnál, jó magam közelről is néztem, mikor már fél úton
miniszteri posztokat osztogattak egymás között. Na most megvan nektek az, hogy egy listára terelte a Gyurcsányékat, a Jakabot, a Fekete Győréket, az MSZP-t, tehát úgy nagyjából az összes ilyen pártot, ami most a parlamentben van, mint ellenzéki párt, és elkezdték ugye a népszerűségüket ezek megérezni. Na most végül is nem nagyon kell sok mindent csinálnia, ez ellenzéknek is tanácsom, hogy mire érdemes majd figyelni. Végig kell nézni karba tett kézzel, hogy ezek a népszerűségük hátán hogy rágják meg egymást már kormányra kerülés előtt. Tehát, hogy ezek egymásnak fognak ugrani, mert most azt hiszik, hogy népszerűek. Népszerűbbek is most, mint voltak, és ezért már mindenki be akar helyezkedni a megfelelő pozícióba az ágyba. Ki akar kis kiflit játszani, ki akar nagy kiflit, érted? Tehát az Orbán az erre játszik, hogy most oké, eddig szét voltak terelve, most összesöpröm őket, és hogyha összesöpröm őket, és akkor is szétvágom őket egy választáson, akkor már mit fognak mondani? Mit fognak csinálni? És hogyha látjátok jól, ugye most is jönnek a közvéleménykutatások, tehát európai uniós képviselők között a legnépszerűbb a Momentumos kislány, a Cseh Katalin, meg a másik, ugye a Dobrev tök hátul van. De aki meg a passzát szelet fújja az ellenzéki együttműködésbe, az meg a Dobrev, meg a Gyurcsány. Tehát ez is úgy van pozícionálva, hogy véletlenül se az emberek számára a legnépszerűbb képviselők vannak az élén a dolognak, hanem ugye azok, akik a legvállalhatatlanabbak, még az ellenzéki szavazók számára is. Tehát nagyon érdekes lesz ez a sztori, hogy egy listára lesznek terelve, és hogyha ott szétvágja őket, így vállalja a legnagyobb kockázatot köme, de mivel ismerjük jól, hogy nem nagyon vállal ő úgy kockázatot, hogy nincsen a megoldás a kezébe, ezért azt gondolom, hogy van még ott kártya. Tehát egyrészt ugye arra építenek, hogy valóban visszapattan a válság, és nagyon nagy emelkedés jön. Én jó magam egyébként erre számítok, én azt gondolom, hogy minden épkézláb kormány tudja azt, hogyha sokáig nyomják még ezt a sztorit, annak ellenére, amit most kommunikál a média, az egyébként a sátán kutyái, az összes média. Azt ha jól megfigyeljtek, Hanvas Béla mondta, hogy az Antikrisztus az nem tud manifestálódni, nem tud inkarnálódni, mert az egy, igazából az egy ilyen semmi. Most sok Hanvas Bélát idézek, mert sokat olvasom, és nagyon tetszik, és sok benne a szinkronitás velem. Tehát tök jó mondja, hogy az egy semmi, aminek mi teret engedünk. És attól függetlenül, hogy a média mit kommunikál, ő szerintem erre játszik. Na jó, kezdődik a mosás, ölellek titeket, sziasztok! Beállok a mosóba, és kimosatom a kocsi picsáját. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!